Itt vagyunk Báj Alexzel, aki éppen túl van a nyilvános főpróbán, ami alapján az országok szakmai zsűrije fog majd szavazni. Alex, hogy érezted, hogy sikerült ez az előző próbákhoz képest? Én mindig úgy érzem, hogy nem volt elég jó, de aztán a külső kontrollok azok mindig elmondják, hogy milyen volt. Ők azt mondják, hogy most jó volt. Én pedig bízom benne, hogy jó volt. Én azt hiszem, hogy én többet nem tettem volna azért, hogy elnyerjem a zsűrinek a tetszését. Igazából ez egy szakmai zsűri, ez nem nagyon tudom, hogy mit jelent, vagy hogy ez mennyire szubjektív, vagy hogy zeneelméleti síkon mozog-e a pontozás, amit nem nagyon hiszek. Majd meglátjuk. Mindenképpen éreztünk egy fejlődő, javuló tendenciát a próbák folyamatában. Úgy érzed, hogy jobban teljesítesz stressz alatt? Nem tudom. Nem hiszem, hogy így lenne egyébként. Nyilván a dalaimat, azokat nem stressz alatt írom, és én azt gondolom, hogy jól szólnak. Van bármilyen kívánságod a holnapi éles előadással kapcsolatban? Legyen pozitív, szeretném jól érezni magam, hogyha lejövök a színpadról, meg hogyha hazamegyek akkor is. Helga mondta, hogy látta, hogy éneklik a dalodat külföldiek. Ez milyen érzéssel tölt el téged? Nagyon aranyos volt, így láttam, hogy énekelnek, de hogy nem úgy tátog a szájuk azért, próbálják elkapni, én akkor mosolyogtam, de amúgy tényleg nagyon jó érzés. És láttál a magyar zászlókat a nézőtéren? Nem. Mi láttunk? Sok szerencsét kívánunk neked a holnapi előadáshoz. Köszi. Itt van velünk Kővágó Dani, aki a Kedvesem című számban gitározik Alexzel. Hogy értékeled a mai nyilvános főpróbát? Szerintem jól sikerült, ez volt talán az, amelyik az egyik legjobban sikerült. Most épp egy képen rögünk az Alexen, de egyébként igen, jól sikerült. És most látszolott az arcodon sokkal több érzelem, mint ami eddig. Mi okozta ezt? Hát az, hogy most nem kellett megjátszani, hanem most tényleg jó volt ennyi ember előtt játszani, visszaadták az energiát, és ilyenkor vagyok ilyen, amikor nem kell megjátszani. Lehetne egyetlen kívánságod a holnapi éles előadással kapcsolatban, mi lenne az? Az, hogy iszonyatosan élvezzük. Ez. Köszönjük szépen, sok sikert! Itt van velünk Weber Helga, éppen most végeztünk a nyilvános főpróbával. Nekünk nagyon olajozottnak tűnt ez az előadás, te hogy értékeled? Én is így érzem, és ráadásul nagyon sok energiát kaptunk a közönségtől. Tehát én magam se hittem el, de ott, akik előttünk álltak, magyarul énekelték a szöveget. Látható volt, hogy máshogy artikulálják a szavakat, de magyarul, és ez akkora pozitív energiát adott, hogy iszonyatosan jól éreztem magam fent. És te láttál a magyar zászlót a közönség soraiban? Igen, láttam egy-kettőt egyébként, csak ott elől, de láttam. Igen, igen. Lehetne egy kívánságod a holnapi éles előadással kapcsolatban, mi lenne az? Én nem vagyok nagyra vágyó, ezért csak azt szeretném, hogy legalább a 10-be kerüljünk be. És hogy nagyon sok ország szavazzon ránk. Köszönjük szépen, sok sikert! Köszönöm szépen!